Egy sportoló életében az egyik legfelemelőbb élmény az lehet, amikor az országában rendezett versenyen képviselheti a hazáját, de a teljes nemzetnek és az országnak is komoly nemzetközi elismerést hozhat egy világszínvonalú esemény megrendezése. Vendégeik a témában Gangül Edina, Európa-bajnok vízilabdázó, valamint Perlaki Pap József, PR stratéga, a Metropolitan Egyetem docense. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Annyira jó nézni a városban, most voltam tegnap a Városligetben, és olyan jó az a lelátó, annyira jó hangulata lesz, nagyon kíváncsi vagyok. Láttátok, megnéztétek a helyszíneket? Körbejárjátok? Fantasztikusak a helyszínek, azt gondolom, hogy nagy lehetőség ez. Aha. Magyarország és a város számára, hiszen olyan különleges helyszíneket tudunk megmutatni a világnak, ami egyedülálló. Azt gondolom, ott a Vajdahunyadvár hátterében, vagy akár a Batthyány térnél szemben a parlament, a Margit-sziget is különleges lehetőség, ugye? Láthatóan a drónfelvételekkel nagyszerűen meg lehet ezeket mutatni. Balatonfüred, igen. Hát gyakorlatilag Magyarország két nagy attrakciója, Budapest és a Balaton, és ezt ki tudjuk vinni a világba, meg tudjuk ezt mutatni. Én nagyon boldog vagyok tőle. Na, mindjárt folytatjuk ezt a vonalat. Ti hol játszotok, Edina, azt tudod már? Úgy néz ki, hogy a Margit-szigeten. Aha. Volt róla szó, ugye, hogy a Dagályba beviszik a döntőket, az elődöntőket és a döntőket, ugye ott nagyobb a lelátó, több nézőt tud fogadni. Aztán elvetették az ötletet, de aztán újból felmerült, hogy mégiscsak beviszik, úgyhogy most nem tudom per pillanat, hogy hol tart az ügy. Mindegy, akárhol lesztek, megyünk és nézzük benneteket. Milyen érzés ez neked, hogy itthon? Hozzátesz valamit, vagy inkább egy ilyen nagyon nagy feszültséget ad? Tehát hogy vagy ezzel most? Érdekes a kérdés. Nagyon sokszor felteszik mostanában ezt, hogy mennyire, mennyire tudja a játékos stresszelni, vagy adott esetben dopingolni azt, hogy ilyen körítés van körülöttük. Én azt gondolom, hogy a pesti EB előtt nem éreztem ezt. Ugye nagyobb volumenű esemény, igaz, de ott is hazai közönség előtt játszottunk, ugyanabban. Aha. A medencében, és ott nem éreztem a feszültséget, úgyhogy én igazából ugyanezt várom most is. Szerintem nagyon jó lesz, mi nagyon bízunk bennetek, úgyhogy picit beszéljünk a helyszínekről, ugye most említettünk már egy párat, melyik a legizgalmasabb? Nekem ez a Duna menti, ez nekem nagyon, meg a Városliget. Te hogy látod? Hát mi az, amit ez még egyébként hozhat nekünk, hát nekünk sajtóban? Igen, biztos, hogy címlapokra fogunk kerülni. És végre nem a politikai témák miatt kerülünk a nemzetközi sajtó címlapjaira, ezért úgy gondolom, hogy országimázs regenerálásra is van lehetőség. Azért itt összetett témát tudunk kivinni a világba. Nem csak a kulturális épített örökségeinket, van egy világsztárunk, Hosszú Katinka, végre közös tudunk örülni a győzelmeknek, amellett esetleg, aki ide látogat, meg tudunk kóstoltatni vele magyar sajátosságokat, remélem mindenki tejfölös lángost és kürtös kalácsot fog enni. Tehát olyan dolgokat tudunk megmutatni, ami különleges, nyilván nekünk magyaroknak azok a helyszínek a különlegesek, amit teljesen hétköznapi helyszínekként látunk, a Batthyány térnél egy nagy lelátó, és a szinkronuszokat nézni a parlament hátterével, az szerintem libabőröztetően izgalmas lesz. Vagy a Vajdahunyadvár. Lesznek ott? Így van, így van. Bocsánat, az a Vajdahunyadvárnál. Igen. Azért az nagyon izgalmas lesz azt látni. Nem így szoktuk meg. Vajdahunyadvár közelében, ott az udvaron koncerteket láttunk eddig, de nagy sportesemény nem. Balatonfüred nagyon izgalmas lesz, nagyon sokan járunk oda. Július közepén lesz az egész. Én azt gondolom, az egész város fel fog bojdulni. Lehet esetleg majd megint mezítlába, meleg aszfalton örülni a közös sikereknek, lehet énekelni a himnuszt, vagy épp megkönnyezni a himnuszt. Óriási katarzis élményt adhat megint az országnak, az ide látogatóknak. Hogy tervezed, vagy hát hogy fér bele a programotokba, vagy a lányokkal? Mit néztek még meg? Hát elsősorban a saját világeseményünkre koncentrálok. Egyébként a televízióban mindig követni szoktuk más sportágak versenyzőit. Egyébként ki szoktunk úszásra látogatni, hogyha nem ütközik a program, kis csapatépítő programként is funkcionálnak ezek a kilátogatások és szurkolások. És tényleg egyébként jó belelátni, hogy a másik sportoló hogyan nyer esetleg egy érmet, és tényleg, mint az olimpián, bár kicsit ugye kisebb esemény, de szerintem fantasztikus lesz a hangulat, és tényleg szívből tudunk örülni egy másik sportág versenyzőjének.
Hosszú Katinkát említetted, de hát alapvetően mi azért a vízesportokban nagyon jók vagyunk. Hozhat ez, tehát személyes sikert, személyes népszerűséget egy-egy versenyzőnek, még Hosszú Katinkán kívül? Szerintem nagyon sokféle hatással lehet számolni. Egyrészt az utánpótlásnak az, hogy megnézhetnek egy nagy versenyt a fiatalok, és együtt izgulhatják, végig az atmoszférába bele kóstolhatnak, az szerintem hosszú távú hatást is hozhat. De az biztos, hogy minden sportolói karrier önálló történet, önálló sztori. Hosszú Katinkának az egy különleges dolog szerintem a magyar szurkolókkal együtt, hogy gyakorlatilag a sportolói pályafutásának csúcsán lehet együtt törülni a sikereknek. Szerintem ez önmagában óriási dolog. Megérdemli a magyar szurkoló, gondoljunk bele, azért az úszás nem egy látványos sportág, de az biztos, hogy attól nem kell tartanunk, hogy nem lesz óriási szurkolás. Olyan magyar... érdekes, igen, mert valóban nem egy látványos sportág, sőt mondhatjuk, hogy igazából egy unalmas sportág, még csinálni de is, oda de mégis ott érte. Van mindenki, hát... amikor úszás van, az egész ország nézi az úszást. A sikerekre nagyon ki vagyunk éhezve, itt pedig sikerek várhatóak, és nem csak Hosszú Katinka részéről. Akár ott van Kapás Boglárka a hölgyeknél, vagy Szilágyi Liliana, Késeli Anyna, vagy a férfiaknál láthatjuk a más és más sztorikat. Cselászlónak egy jutalomjátékot hozhat. Gyurta Dani visszakapaszkodhat megint az élmezőnybe. Vagy épp Kenderesi Tamás, a sajtbureszes Kenderesi Tamás, aki óriási sztorival robbant be az élvonalba, és végre itthon kerülhet a csúcsra. Szerintem ez hozzáadott érték lehet. Hozhat. A vízilabda csapatoknál, ahol nagyon kevésen múlik egy bírói döntésen, egy kapufán. Talán, ha már a bírók nem ellenünk fújnak, az már nagy dolgot hát hozhat. Talán reménykedhetünk. Igazi katarzisokra nagyon számítok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy befáradtatok. Készülünk rá nagyon. Bizony, köszönjük szépen.